Fernandez Emma, Sallér László, Boldizsár és Újvári Teodora Herman László zeneiskola diákjainak előadása, és Nemes Mihályi Erika, grafikus művész gondolatai nyitották meg a művésztanár festőtárlatát. Schrenk Rita kiállításán mintegy 20 alkotást tekinthet meg a látogató, amelyek különböző technikákkal készültek. A képeknek egy része a Kondor-körben, a alkotókörben készült, ahol modern utáni aktrajzra van lehetőség, és nagyon inspiráló számomra. Az ember, mint téma, az emberek közötti kapcsolódás, és ott gyakran van lehetőségünk akár két modellt is beállítani, és akkor az élettől ilyen izgalmas hangulatok, szituációk jöhetnek létre. Tehát úgy olyan tovább gondolható van története ezeknek. Ugye a Kondor-körben készítünk föl fiatalokat felvételire, de ha lehetőségem van, akkor én is ott neki ülök dolgozni. A festőművész hozzátette, a kiállított alkotások egy része szénnel, pasztellel, olajpasztellel készült a Kondor-körben. Az alkotó otthonában pedig akrillal készült festmények születnek. A tárlat a Félúton címet kapta, mivel a művész többféle szempontból is félúton tart az életében. Koromból fakadóan azt gondolom, hogy ha Isten is úgy akarja, akkor úgy félúton lehetek. Tehát ha hosszú életet szán nekem, akkor félúton lehetek, és úgy érzem, hogy ezek azért jönnek be ezek az inspirációk is, mert hogy egy kicsit úgy számot vetni azzal, hogy mit csináltam. És eddig inkább a tanítás volt az, ami az életemben így jobban kitöltötte a munka részét a család mellett nyilván, és 3 éve váltottam munkahelyet, és félállásban vagyok most, úgy, ahogy én szeretném. Schrenk Rita Anna a Gorzium gimnáziumban tanít, így, mint mondja, több ideje van az alkotásra. Még 8-as korában Pinke Miklós Kondor körében kezdett el alkotni, 9 évvel ezelőtt pedig átvehette ennek az alkotókörnek a vezetését. A kiállítás májusig látogatható a Pelikán Fészek Padlás Galériában.